Szerintem már régen el kellett volna engedni, mert hát nem tudtak rá bizonyítani valójában semmit. Jogerősen elítélték. Hát erről ne vitatkozzunk, hogy a jogerősség az mit jelent ma Magyarországon. Mit szól ahhoz, hogy a látogatás alkalmából a köztársasági elnök kegyelmet adott a korábban terrorizmus miatt elítélt Budaházy Györgynek? Erről nehéz nyilatkozni, hiszen a köztársasági elnöknek tudnia kell azt, hogy ő mit csinál. Hát ha a személyes véleményemet mondhatom, akkor én nem igazán értek ezzel egyet. Jót szül ez a hangulat pont most a Szentatya látogatása alkalmából, hogy egy ilyen embert, aki fölkeverte az országnak a lelki egyensúlyát annak idején, és ilyen komoly, hogy mondjam, lelki sérüléseket okozott azoknak, akiknek okozott, ez most nagyon rossz fényt vet erre. Én szerintem nem szabad lett volna ezt most megengedni. Biztos jól tudja és helyesnek látja, akkor én is helyesnek. És hogy ez pont a pápa látogatáshoz időzíti? Hát ez szinte természetesnek tartom, hogy egy ilyen nagy alkalommal teszi ezt. Mai nap az imádkozásról szól, a hitéletről szól, és arról szól, hogy együtt vagyunk, és már a kérdés se jó a mai napon. És a Jóisten selejtet nem teremt, nem a mi dolgunk ezt megítélni. Mindig nyitva áll az út arra, hogy valaki megváltozzon, vagy újra kezdjen. Tehát ez nem ítélkezhetünk erről. Régen kegyelmet kellett volna adni neki. És az, hogy ezt pont a pápa látogatáshoz időzítik, és ezzel is indokolják? Valami indokot kellett találni, gondolom, ez a politikától. Tehát politikusságtól függ, de teljesen mindegy, szerintem már régen el kellett volna engedni, mert hát nem tudtak rá bizonyítani valójában semmit. Jogerősen elítélték. Hát erről ne vitatkozzunk, hogy a jogerősség az mit jelent ma Magyarországon. Én mondjuk egyet értek vele, ám legyen, részesüljön kegyelemben. És a szerencsés pont a pápa látogatás... Ra időzíteni? Hát valószínű, így szándékosan történt így, mert esetleg adhatott volna már korábban is, de ez egy alkalom valóban arra, hogy nyilvánosan megbocsájtást gyakoroljon, mint egy példamutatásképpen az ország előtt. Szerintem a pápa látogatás, meg ezeknek a némileg politikai dolgoknak nem biztos, hogy össze kell... Egymás mellé kell rakni ezt a két dolgot. Én ezt ilyen formában szétválasztanám. Szóval az, hogy a pápa itt van, az egy egyházilag, vallásilag egy fontos momentum. Az, hogy most a köztársaság elnök kegyelmet adott, az szerintem már van némi politikai vonzata is, és én ezt ilyen formában én ezt ketté választanám, és nem biztos, hogy egy kalap alá venném ezt a kettő kérdést. Nem tudom, én furcsálom, hogy... Nem is tudtam, hogy ilyenkor szokás kegyelmet adni, meg hogy miért pont Budaházynak, hogy egy ismertebb alak, de nem tudom hova tenni, tehát nem is van a hátterét a dolognak. Mennyire fér ez össze szerintetek, vagy mennyire szerencsés az, hogy ez pont a látogatás időpontjára és azzal indokolva adta meg a Novák Katalin? Szerintem sok köze nem kéne, hogy legyen ennek a kettőnek egymáshoz. Hát végül is az az egész vallásnak a lényege, hogy megbocsássunk mindenkinek. Most így visszaemlékezve arra, hogy amikor II. János Pál pápát majdnem merénylők megölték, ő is megbocsátott nekik, szóval szerintem ez így hát helyén való, úgymond.